Elvégeztetett. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagypénteki istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 183. dicséretünket. A 183. dicséretünk így kezdődik. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Folytassuk Istenünk magasztalását és az Úr Jézus Krisztust, ki helyettünk és érettünk, sőt miattunk halt meg, és énekeljük a 338. dicséretünk első és második versét. A 338. dicséretünk így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szól hozzánk Istenünk igéje. János evangéliumának 16. fejezetéből, a 16. vers második részétől így. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek.
Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Amen. Feleljünk Istenünk megszólító szavára is, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által oly sokszor látjuk azt, hogy milyen fájdalmas az, amikor a halál a családi köteléket széttépi. Milyen fájdalmas az, amikor a szenvedés, amely az emberi életnek része, különösen összegyűlik egy-egy idő pillanatban, és ilyenkor ilyen nehéz ennek az elviselése, de sokszor még a látványa is. És most Urunk Jézus Krisztus, így jövünk a te kereszted alá, amikor látjuk a te családi kötelékeid szétszakadását, és látjuk a szenvedésedet. Azt a szenvedést, amely nem hasonlítható a miénkhez. Hiszen te önként, magadtól, és mégis mi érettünk szenvedtél. Helyettünk, hogy nekünk ne kelljen minden rossz döntésünk, minden bűnünk és minden mulasztásunk termését betakarítani, hanem hogy ott lehessünk majd abban a mennyei hazában, ahol te, mint a megfeszített és föltámadott bárány, élsz és uralkodsz örökké. Urunk, jövünk eléd és kérjük a te lelkedet, a te erődet, hiszen sokszor a szenvedésed is tanít bennünket szenvedni. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy ebben az órában és ezen a napon, amikor a szív, a templom, az úrasztala gyászba öltözik, akkor ad tudjunk úgy figyelni rád, mint aki tanítani akarsz bennünket. Így kérünk, könyörülj rajtunk, és mindazokon, akik hozzánk hasonlóan emlékeznek a te halálodra, és reménykednek a te feltámadásodban. Ne a mi bűneinkre tekints, kérünk, és bocsásd meg azokat, és add, hogy fölfogjuk, hogy azt a szenvedést, amit most látunk, amit szemlélünk, azt mi magunk okoztuk te neked. Így kérünk, adj nékünk őszinte bűnbánatot és erős elhatározást, hogy fájdalmaidat ne sokasítsuk bűneinkkel és mulasztásainkkal,
hanem az engedelmességben kövessünk téged. Könyörülj rajtunk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 342. dicséretünket keressük ki. A 342. dicséretünknek énekeljük a második versét. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek. Olvasom Isten igéjét tovább János evangéliumának 19. fejezetéből, a 28. verstől. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte a lelkét. Amen. Jézus Krisztus halálát gyászoló szent gyülekezet, ahogy Jézus szenvedés történetét olvassuk, látjuk Jézusnak a határtalan engedelmességét, úgy, ahogyan elvállalja ezt a küldetést, ott hagyja a menny dicsőségét, lejön a földre, foglalkozik az emberekkel, velünk, él sokszor értetlen, sokszor hálátlan emberekkel, és azután engedelmes ott a Gecsemáné kertben, és végigmegy azon az úton, amely az elfogásához, elítéléséhez, és végül a keresztre feszítéséhez vezet. És az, hogy ő ezt engedelmességgel végigcsinálja, ebből árad egyfajta méltóság is. Olyan méltóság, amelyet nem is igazán értünk. Hiszen Jézust, ahol csak lehet, megalázzák. Megalázzák a katonák, csúfolják, tövis koronát, bíbor palástot adnak rá, és mégis megmarad a méltósága. Hiába vetkőztetik le, hiába veszik el az alsó ruháját, ezt a bizonyos köntöst, amiről később majd még szólok. Hiába lesz ott teljesen ruhátlanul, kiszolgáltatva, megszégyenítve, mégis a keresztből trón lesz, mert ott az Isten fia szenved. Ott az Isten fia szenved helyettünk és érettünk, és nem azért, mert ő vesztes lenne, nem azért, mert a gonoszság győzött, bár minden arról szól a külső látszat szerint, hanem azért, mert ő engedelmes volt. Engedelmes a kereszt halálig. És ebben a helyzetben erősít és vigasztal bennünket is, hogy igenis
Lehet a szenvedést méltósággal viselni. Lehet a szenvedést engedelmességgel viselni. Hiszen Jézus sehol nem ígéri az ő követőinek, az ő tanítványainak, hogy az ő életükben ez más lesz. Nem ígér gondtalan életet. Nem ígér olyan életutat, ahol nem lesznek göröngyök, sőt, hullámvölgyek, sőt, sokszor szakadékok, és néha még csapdák is. Jézus nem azt ígéri, hogy könnyű lesz őt követni, hanem azt ígéri, hogy velünk lesz. És ez az az óriási különbség, amelyet, hogyha fölfogunk, akkor nem fogunk csalódni benne, akkor nem fogunk elkeseredni. Szorítson bármennyire is bennünket a külső körülmény, legyünk bármennyire is bezárva, szeretteinktől elszakítva, bármennyire is érezzük úgy, hogy valami irányíthatatlan dolog uralja az életünket. Ha megértjük Jézus szenvedésében azt, hogy ő a szenvedésen keresztül vezet bennünket, akkor ezt úgy tudjuk tenni, hogy megtapasztaljuk az ő erejét és jelenlétét. Hiszen ahogy ő végigmegy ezen az úton, ezt úgy teszi, hogy erre érdemes figyelni. Érdemes figyelni akkor, amikor nem ellenkezik, nem menekül, nem használja föl az összes rendelkezésére álló eszközt, hatalmat, képességet. Mert tudja, hogy az ő szenvedése nem céltalan szenvedés, nem értelmetlen. És olyan jó lenne így tekinteni a mi bajainkra, hogy Isten mindenkor munkálkodni akar. Munkálkodni akar az áldásokkal az életünkben, az örömökkel, amelyeket olyan sokszor úgy veszünk el Isten kezéből, hogy elfelejtünk hálát adni. Vagy meg se fordul a fejünkbe, mert annyira természetes. És Isten munkálkodni akar az életünkben a szenvedéssel is. Hiszen sokszor a szenvedés kell ahhoz, hogy az ember változzon. Jézusnak nem ezért kellett a szenvedés. Ő neki nem a változásra és a változtatásra kellett, hanem arra kellett, hogy a mi életünket változtassa meg. Hiszen ő teljes harmóniában és összhangban volt az Atyával, kezdetektől a végéig, a földi életének. De nekünk szükségünk van a változásra. Szükségünk van arra, hogy fölismerjük és megértsük, hogy csak Krisztuson keresztül, és csak Krisztus által lehet reménységünk a mélységben és a magasságban. És amikor ezt tesszük, akkor föl kell, hogy ismerjük azt, hogy az ő szenvedése az azért volt szükséges, hogy nekünk ne legyen örökké való szenvedésünk. Mert ha Jézus nem szenved helyettünk a kereszten, ha nem veszi föl a mi bűneinket, ha nem rendezi a viszonyt a mi atyánkkal, akkor mindnyájunkra csak az örök szenvedés várna. Hiszen nem tudunk makulátlan, tiszta, hibátlan életet élni, hozzuk magunkkal az engedetlenséget, szaporítjuk az aktuális bűneinkkel és mulasztásainkkal azt a mély szakadékot is, erősítjük azt a szakadékot, ami Isten és ember között van. De Jézus azért jön, azért szenved, hogy ezt áthidalja. És hogyha fölismerjük ezt, akkor mi is el tudjuk fogadni a szenvedést itt a Földön. Mert emlékezhetünk arra, hogy Jézus mennyivel többet, mennyivel igazságtalanabbul szenvedett értünk.
és miattunk. És nem csak azt láthatjuk meg, hogy a mi szenvedésünk nem összehasonlítható az ő szenvedésével, hanem megérthetjük azt is, hogy amikor őt követjük, akkor a követésnek a része az, hogy igenis vannak olyan mélységek, olyan élethelyzetek, amin át kell mennünk. Amikor nekünk is át kell élni a gyászt, a veszteséget, át kell élnünk azt, hogy elveszítjük az életünket, az egészségünket, át kell élnünk, hogy elveszítjük a jövőnket, a jövőképünket, sokszor úgy, hogy elveszítik nagyon sokan a munkájukat. De sokszor csak már önmagában az is szenvedést okoz, hogy nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig mentek, mert valami véglegesen összetört, valami véglegesen megváltozott ebben a világban. És látjuk ezt, és sokkal könnyebb így végigmenni a szenvedés útján. De nem csak szenvedők vannak ebben a történetben, hanem mások is. Mint ahogy körülöttünk is, ebben a világban is vannak olyanok, akik mintha nem szenvednének, vagy mintha másképp szenvednének. Ott van Pilátus, aki a hatalomféltéstől szenvedett. Attól szenvedett, hogy jaj csak, ki ne mozdítsák abból a pozícióból, amiből már olyan régóta ott van. És amikor megzsarolják őt, megzsarolják azzal, hogy ha nem ítéled el Jézust, akkor nem vagy a császár barátja, akkor enged a zsarolásnak, és bár meg van győződve arról, hogy Jézus ártatlan, mégis keresztre adja, elítéli, halálra ítéli őt. És most ebben a történetben pedig látjuk a kicsinyes bosszút. Azt a kicsinyes bosszút, amit lehet, hogy mi nem is nagyon értünk, de a főpapok reakciójából teljesen egyértelmű. Amikor Jézus keresztjére feliratot is készített, amire rá van írva, hogy a názáreti Jézus, a zsidók királya, akkor ebben benne van az a kicsinyes bosszú, amit látunk, hogy mennyire nem tetszik az előjáróknak. Hiszen ők tiltakoznak. Tiltakoznak, hogy így csúffá tegyék, kigúnyolják az ő messiás várásukat, amivel teljesen tisztában van Pilátus is. Hiszen most is azért kell Jeruzsálembe jönnie, mert tudja, hogy ilyenkor a Pészach, a Páska ünnepen bizony különösen veszélyes a helyzet, hiszen újra kitörhet valami messianisztikus gondolat, vezető, aki föllázítja a népet. És ezért is fontos, hogy ő itt legyen, hogy közel legyen, hogy azonnal tudjon közbe avatkozni. És most, amikor valamit tehet, amivel odaszúrhat, akkor ezt megteszi. És ezt a feliratot elkészíteti, gúnyból, és közben a legnagyobb igazságot mondja ki. A legnagyobb igazságot, sőt, talán még szűkíti is az igazságot, hiszen Jézus nem csak a zsidók királya, hanem ennek a világnak az ura, és így lesz a keresztből trón. És amikor ezt fölismerik az emberek, amikor fölismerik azt, hogy ki az, aki ott van a kereszten, akkor megrendülnek a szívükben. Akik pedig nem ismerik föl, azok élik tovább az életüket. Mint ezek a katonák. Azok a katonák, akik hóhérként végzik a dolgukat, teljesítik a parancsot, és ahogy már ilyenkor lenni szokott, osztozkodnak az elítéltek hátra maradott javain. Elosztanak mindent négy felé, igazságosan,
De itt van ez az egybeszőtt, köntös ruha, egy hosszú inkszerű valami, ami közvetlenül a mezítelen testet takarja, vagy takarta addigra már, és ezt nem akarják széttépni. Nem akarják széttépni, mert akkor csak rongy lesz belőle, így pedig érték. És ők, akik ott vannak, Jézus keresztje alatt, ők a profit maximalizálásra törekszenek. Hogy a lehető legtöbbet hozzák ki ebből a helyzetből. És inkább kisorsolják, semmint hogy széttépjék. A világnak ezt a részét is ismerjük. Ahol nem csak a hatalomféltés van jelen, és a hatalom megszerzésének a görcsös vágya, hanem jelen van ez a fajta szemlélet is. Hozzuk ki a legtöbbet az adott helyzetből anyagilag. És közben Jézus ott szenved a kereszten. De szenvedésével itt irányt mutat nekünk, hiszen nem önmagával van elfoglalva, hanem még akkor is gondoskodó szeretettel tekint le édesanyjára, aki özvegyasszonyként és legidősebb fiát elveszítve egyedül marad, és akkor Jánost bízza meg azzal, hogy gondoskodjon róla. Jánosnak adja a feladatot, a méltóságot, hiszen ő a szeretett tanítvány. És ezek után, ezt is teljesen tudatosan, aktívan olvassuk, átadja a lelkét. Kileeli a lelkét, és befejezi a földi küldetését, a szenvedést. Jézus előttünk jár mindenben, bármerre is kelljen mennünk. És soha ne feledjük, hogy ő előttünk járt a szenvedésben is. És amikor úgy érezzük, hogy igazságtalanság ér bennünket, hogy méltatlanul bántanak, talán pont a hitünkért, akkor ne feledjük, hogy mi ebben Jézus követjük. Követjük, mint azok a vértanúk, akiket sokszor kivégzésük előtt, fiatal lányokat még meg is erőszakoltak, mielőtt vadállatok elé vetették őket. Követjük Jézust a szenvedésben, mint azok a hitvallók, akik ragaszkodtak a hitükhöz, és a mágia meggyújtása után sem voltak hajlandók lemondani arról, akiket akkor sem lehetett megtörni. Azok az emberek, akik Jézussal az ajkukon imádkoznak, miközben akár csak ebben az évszázadban is, vagy évtizedben is megtörténik a tömeges kiirtása a keresztényeknek a világ több pontján, végig mennek ezen az úton. Mert végig lehet menni Jézussal, és meg lehet érkezni az Atya kebelébe. Ez adjon nekünk erőt és reménységet, és ez oszlassa a félelmünket. Mert Istennek nem célja az, hogy teljesen tönkre tegyen bennünket, hogy elveszítsen és elveszejtsen. Istennek az a célja, hogy életünk, örök életünk legyen. És ha életünk minden történésére így tudunk tekinteni, akkor mi is megerősödünk. Krisztus által és az ő lelkének ereje által. Amen. Imádságra készülve a 342. dicséretünknek énekeljük a harmadik versét. E keresztről én reményem, tekints reám szerelmesen.
imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te a szenvedésben előttünk jártál. Köszönjük, hogy utat mutattál, és megőrizted a méltóságodat. Urunk, mi sokszor a legkisebb baj, a legkisebb próba, a legkisebb küzdelem idején is kivetkőzünk magunkból. Megrendül a hitünk, megroppan a gerincünk, és vesztesként kerülünk ki a szenvedésből. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy megtapasztaljuk a Te jelenlétedet, a Te hatalmadat, a Te erődet, a mélységek közepette is. És így kérünk, hogy hadd tapasztalják meg azok is a Te hatalmadat, akik most bajban vannak, a halállal néznek farkasszemet, akik nyomorúságot élnek át, családi veszteséget, tragédiát, kapcsolatok felbomlását és tönkremenetelét. Urunk, könyörülj rajtuk. És kérünk, Urunk, azokért is, akik beteg ágy mellett állnak, erősítsd őket, és könyörülj rajtuk. És áldunk, Urunk, azokért az elkötelezett emberekért, akik szívükön viselik a másik embernek a segítését, a rajta való könyörülést. Urunk, őrizd meg bennünket ezekben az időkben is a fásultságtól, a lemondástól, és őrizd meg bennünket attól, hogy teljesen rezignáltan morzsolgassuk napjainkat, attól, hogy át tudjuk élni a húsvét, ti ünnepkör stációit, és meg tudjuk élni a veled való közösséget a körülmények ellenére is. Így kérünk, könyörülj rajtunk. És könyörülj a te népeden, a te egyházadon, akik ma is hirdetjük, hogy életünknek királya és életünknek ura vagy. Könyörülj, Urunk, a mi népünkön, és add, hogy élő hit szülessen a szívében, és fölismerje azt, hogy mi az a jó, amit te elkészítesz a te szeretetedből a szenvedések útján mindnyájunknak. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított, imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a nézőknek, a testvéreknek, hogy húsvét vasárnap is lesz 9 órakor a 7.tv műsorán református istentisztelet, és húsvét hétfőn is ugyancsak 9 órától a lehetünk részt közösen istentiszteleten. Mindezek mellett húsvét első napján a Duna Wörthön is lesz úrvacsorás istentisztelet közvetítése, így akik úrvacsorázni szeretnének, így az internet segítségével, azoknak szeretettel ajánljuk ezt a figyelmében. Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1%-át felajánlották egyházunknak. Köszönjük, hogyha a 0066-os számon a Magyarországi Református Egyháznak és a Reformációért Alapítványon közvetlenül pedig a Békéscsabai Református Egyházközségnek ajánlották föl és közvetve utalták át az 1%-ot. Hirdetem, hogy gyülekezeti csendes hetet szervezünk, azzal a reménységgel, hogy
augusztus 16-ától 21-ig Pilis Csabán megtarthatjuk Isten könyörülő irgalmából majd ezt a csendes hetet, ahol Csoma Áron lesz az előadó. Szeretettel ajánljuk ezt a testvérek figyelmébe, és lehet jelentkezni a Balogh László tiszteletbeli gondnok úrnál. És köszönjük a testvéreknek az anyagi támogatását, akik nem feledkeznek meg az egyház szükségleteiről ezekben a rendkívüli időkben is. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Áldásvételre készülve a már megkezdett 338. dicséretünket énekeljük. Énekeljük a harmadik és a negyedik versét. Tisztogass bár bajjal, olykor engemet. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége maradjon mi velünk. Amen.